hosszúnak érzed az előjátékot? Soha nem elég hosszú. Vele tudományosan lehet szexelni? Jaj, de jó. Te ehhez honnan értesz? Na, az életem mizéria volt. Aha. És akkor a többi? A Három Igazság mai vendége Hevesi Kriszta, üdvözlünk szeretettel, Tomi jön a szabályokkal. Itt van három boríték, ezekben vannak azok a témakörök, amiket mindenképpen átbeszélnénk veled. Rögtön kapok veled. Egy piros lapot, ahogy elnézem, hát, vagy előbb az is sárgával kezdünk. Rajtad múlik, hogy melyikkel fogod kezdeni. Igen, mindegyiknek a megválaszolására 7 percet fogunk adni, nyilván nem fogjuk ennyire szigorúan menni, de a Tomi méri, és hát az adást megelőzően te is írtál egy borítékot. Nem tudjuk, mi van. Na melyik? Kezdjük a zölddel. Zöld, Laci. László. Látszik azért, hogy ez a focista feleség kategória, igen, legalábbis idézőjelben először zöld, mint a gyep, és utána jönnek a büntik. Tehát ez még akkor a juti falatom lesz, ha minden igaz. Mi az igazság? Pontosan mi a te foglalkozásod? Pszichológus vagyok elméletben, tehát hogyha nagyon röviden szeretnék fogalmazni, akkor az, de az igaz, hogy az első, hogy először közgazdász lettem, utána újságíró, tehát azt ilyen posztgraduálisan az ELTE-n végeztem, és aztán lettem pszichológus. Azt mondtam, hogy miért nem vagyok én a... Tehát, hogy egyik nyáron volt, hogy azon gondolkodtam, hogy én hogy lehetek egy ilyen lusta, hedonista dög, hogy én nem szeretek dolgozni, és miért van ez? És rájöttem, hogy azért, mert nem azzal foglalkozom, ami nekem igazából a szerelmem. De akkor mivel foglalkoztál, amikor nem szerettél dolgozni? Nekem akkor volt friss diplomám ugye a közgazdász, és hívtak bankba. Tehát, hogy ott ilyen elemzésekkel, és bevallom, kikosaraztam ezt az ajánlatot. Ezen is képzeltelek volna el. Adtam magamnak egy nyári szünetet, és akkor születtek ezek a bölcs gondolatok, és így akkor végül a pszichológiára felvételiztem, irdatlan sok varga betű árán, és egyébként azt hadd tegyem hozzá, hogy milyen az élet, hogy én gyerekkoromban, amikor megkérdezték, hogy mi szeretnék lenni, ez viszont nem saját választás volt. Hamarabb tanultam meg azt mondani, hogy orvos, mint a saját nevemet, tudnélik, és akkor itt jön be már a pszichológia. Egyébként nagyon sokszor találkozom azzal, hogyha így valakivel összefutok, hogy hát de jó neked, pszichológus, vagy én is azt szerettem volna lenni, illetve az érem másik fele, amikor megkérdezik, hogy ú, te most a vesén belátsz. És én erre szoktam azt mondani, hogy csak pénzért. Tehát, mert ugye, hogyha folyamatosan lenne rám az a sokféle, ugye, hát helyenként hullámzó emberi érzelem, akkor nyilván én is azért bekattannék. No, visszakanyarodva a gyermekkoromhoz, tehát ugye ez az a fajta ilyen generációs továbbadás, apu választhatott, hogy mérnök lesz, vagy orvos, ugye ez, amikor így a szülők eleve eldöntik, hogy mi, és apu végül nem az orvost, hanem a nagymamám szemébe kisebb presztízsű mérnök foglalkozást választotta, és ebből következett, hogy akkor nekem kell majd orvosnak lennem, és én irdatlan csatákat vívtam aztán. Mondtam apunak, hogy figyelj apu, ez ilyen serdülő koromban, hogy szerintem akkor legyen valaki orvos, hogyha azt látja, hogy az milyen szép dolog, hogyha hozzám jönnek, és én meggyógyítom. De hogyha én azt látom, hogy csak akkor jönnek hozzám, hogyha nyavajájuk van, már bocsánat, akkor én ne legyek orvos, ugye, hogy ki hogy értelmezi. És aztán ugye futottam egy nagy kört, és visszatértem oda, ami valójában, azért ne felejtsük el, a pszichológia, az az orvostudományból származik. Mikor jönnek hozzám az emberek, akkor, hogy a problémájuk van. most így viszont már azt mondom, hogy a problémájuk van, és én borzasztó, én imádok szexuálpszichológus lenni, ezt még hadd tegyem hozzá. Azért, mert szerintem az élet egyik legszebb területe ugye a párkapcsolat. A párkapcsolatnak a lényege azért, mi különbözteti meg mindenféle más rokoni, baráti, szülői és egyéb viszonyoktól. Azt nem mertem hozzátenni munkatársi és hasonló, mert azért az már egy ott kicsit... Igen, ott azért a nyuszik ugrálnak, úgyhogy ezért. De hogy valójában nagyon, nagyon örülök és nagyon a helyemen vagyok, de hát ugye az ember lázad azért a szülői elrendeltséggel. És akkor az orvosi pálya ellen úgy lázadtál, hogy inkább közgazdász lettél először? Igen. Ugye minden családban megvan a lázadásnak az a fajta megengedett mértéke, nekem ez volt a lázadás. Ez volt a lázadás, hogy közgazdásznak tanultál?
Komolyan. És rájöttem, hogy az viszont nem az én területem. De mondom, nagyon jól döntöttem, nagyon imádom, és azt, hogy mikor tudja az ember, hogy a helyén van, amikor én bekerültem az egyetemre, hát én szinte fejest ugrottam. Tehát én nem az a ugye még anno először, ugye ez a tipikus ilyen vizsgaidőszaki, ilyen pániktanuló voltam, aki másfél hét alatt belenyom, vagy másfél hónap alatt, bocsánat, ne nagy képüsködjek, benyomtam minden tudást a fejemből, és mind ahogy kijöttem, nagyjából el is felejtettem, mert hát azért ugyanitt itt is igaz az, hogyha folyamatosan építünk valamit, akkor lesz igazán tartós, és itt én 5 szakirányt elvégeztem. Állítólag azt mondták a tanáraim, hogy még nem nagyon volt olyan, aki 5 szakirányt így elvégzett volna a pszichológián. Úgyhogy, és utána jött emiatt is aztán az a kérdés, hogy maradhatok-e az egyetemen tanítani, és borzasztóan élvezem. És hogy mennyire bántam meg ezeket a varga betűket, mert nyilván ez azért, hogy mennyivel nagyobb tudásom lett volna, ha rögtön jól kezdem. Azt hiszem, hogy a pszichológia az nem a 20 évesek tudománya. Tehát, hogy ahhoz azért kell egyfajta, nyilván kell egy érzékenység, kell egy szorgalom, mert azért tanulnunk kell, tehát, hogy tudás, és nem csak a nagy segítő szándékról szól, de azon kívül azért az is, hogy kell hozzá, hogy minél több információ, sok mindent láttunk már. Én például nagyon sokszor tényleg igaz az, ugye még újságíró mondás, hogy a téma az utcán a lábad előtt hever, na itt is igaz, a pszichológia mindenben benne van, és én azt nem felejtem el, nekem egyik tanárom mondta, amikor kérdeztük még lelkesen, hogy honnan tanuljunk pszichológiát, és azt mondta, hogy olvas sokat, szép irodalom. Mert hogy az miről szól, az emberi lelkekről, érzésekről, érzelmekről, fájdalmakról, bánatokról, csodálatos pillanatokról. Tehát én összességében azt kell, hogy mondjam, hogy kalandoztam, de most nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ezt csinálhatom. És a kalandozás nem abból fakad, hogy azért az első fele, egészen addig, amíg eljutottál a pszichológiáig, az valami hatalmas, őrült megfelelési kényszerből fakad? De, pontosan. Tehát, hogy ez természetes, hogy az egy kényszerválasztás volt, nem voltam a saját pályámon. Egyébként olyan érdekes, most azt szokták mondani, hogy a mai fiatalok, hogy mennyire, hogy nehezen köteleződnek el, ez igaz párkapcsolatban, igaz a pályaválasztásban is, de hogy azért ma sokkal nehezebb, hogy annyiféle szakma közül lehet választani. Tehát én pont ezt a példát szoktam mondani, hogy ha mondjuk elindulok hazulról, és van mondjuk egy barna meg egy fekete táskám, magamra nézek, milyen színárnyalatban vagyok, és azt kapom föl. No, de hogyha nekem van mondjuk 35 olyan színű táskám, ami így a ruháimhoz passzol, akkor azért sokkal több idő kiválasztani a megfelelőt, és már elindultam, és még akkor is elbizonytalanodok. Ezt azért mondom, hogy itt most annyiféle választás lehet, de nyilván, hogy én nekem ez azért volt csak, mert hogy kötelező volt csak, hogy legyen diploma. Te perfekcionista vagy? Én nagyon természetes. De hát ez az nem természetes, de egy perfekcionistának azért nagyon nehéz. Ez így van. Amikor átléptem a másik, vagy átültem a másik oldalra, akkor én nagyon tudatosan kontrolláltam magam, hogy ne várjam el a hallgatóktól azt, és ne kaszaboljam őket azért, mint amit magamtól. Tehát folyamatosan szükségem van egyfajta önreflexióra. Te jársz pszichológushoz egyébként? Jártam, tehát végigjártuk az összes. Ez nagyon fontos egyébként, hogy tudjuk azt, hogy mit élünk meg, hogy tudjuk azt, hogy mit okozunk. Én például borzasztóan hálás vagyok ezért, hogy ezt nekünk is meg kell élnünk. Így például, amikor én kiengedek egy klienst az ajtón, mindig elmondom neki, hogy sétáljon egyet, ne üljön kocsiba, figyeljen nagyon a vezetésre, mert tudom, hogy annyira mi itt feltépünk dolgokat, hogy még benne marad. Aha. Benne marad, és ugye ismerjük azt az állapotot, amikor annyira gondolkodunk, hogy nem veszünk észre semmit, és ez nekem saját élményem volt, aztán második alkalommal kiléptem a pszichológustól, és majdnem elütött egy troli. Na most ezt azért mondom, hogy troli, mert azért az ugye nem az a kis piros izé, és akkor így nagyon belém hasít, hogy úristen, hogy én ezt nem vettem észre. És épp ezért nagyon fontosnak tartom, és tényleg hallottam is olyat, hogy volt olyan kliensem, akinek mondjuk nem mondta ezt, nem hívta fel a figyelmét annyira a pszichológus, és bizony találkoztam olyanokkal, akik utána karamboloztak, vagy majdnem karamboloztak. Le tudod kapcsolni ezt az énedet? Uh-huh. Én azt gondolom, hogy igen. Nem akarok
csalódást okozni, de ugye nem tudunk kint is lenni, meg bent is lenni. Tehát ahhoz, hogy én ilyenkor a saját válaszaimat futtassam, gondoljam végig, hogy hogyan reagálok, nem tudok közben még párhuzamosan egy másik szoftvert is futtatni. Várjál, te azt gondolod végig, hogy hogyan reagáljál, és nem azt, hogy mit? Valahol a kettő az ugyanaz nekem, tehát most így ilyen szinten a hogyan és a mit az, az mondjuk nyilván a mit az inkább verbális, a hogyan az inkább egy nonverbális az én értelmezésemben. Csak azért kérdezem, hogy, tehát, hogy van-e egyfajta kontrollod az ilyen típusú szerepléseknél? Meg kell-e felelned valaminek? Itt nem a kontrollt érzem erősebbnek, hanem inkább azt, hogy jól érthetően válaszoljak, és nekem a édesapám is ugye hát tanárember volt a Műszaki Egyetemen, és őtőle neki nagyon köszönöm azt a mondást, ami természetesen perfekcionista, hogy ha a hallgatóság nem ért téged, akkor te magyarázol rosszul. Mert nem vetted figyelembe az ő élénkségi, éberségi szintjüket, a tudásukat, a szókincsüket, és már eleve ugye nyilván, tehát itt nagyon, nagyon sokrétű az a közönség, itt mondok ellent neked, mert mondtad az előbb a kérdésemre, hogy hát nem tudok egyszerre kint és bent lenni. Dehogy nem, hát ez kötelező, te is tanítasz. Azért a kommunikáció szerintem minden szempontból egy skizoid dolog, tehát egy kettős állapot, mert el kell képzelni azt is, hogy abból, amit most mondok, vagy csinálok, vagy mutatok, abból mit ért a közeg? Igen. Csak most itt ezt arra mondtam, hogy itt most aktuálisan fontosabb az én prezentációm. Elvégre most én vagyok a vágóhídon. A Hevesi Kriszta nincs a vágóhídon. Legfeljebb adott esetben el tudja velem hitetni, hogy ő ott van. Ennél te szakértőbb vagy, ezt itt szerintem engedjük el. Nézzük a második szint. És egyre melegebb a dolog. Jó sárgát kérem. Igen, a sárga lap? Igen, Erinka. Igen. Csak a végén hagyom magam kiállítani. Tényleg? Mi az igazság? Milyen a szex egy szexuálpszichológussal? Erről biztos, hogy engem kell. Még soha nem voltam szexuálpszichológussal, bár... Jó, és itt akkor ezt vissza is vonom. Tisztázunk valamit. Jól van. Tisztázunk valamit, mielőtt válaszolsz erre a kérdésre. Mit értünk szexuálpszichológia alatt? Nekem volt olyan, amikor ugye ezt mondták, hogy hát mondtam, hogy nem szexológus, hanem szexuálpszichológus, és akkor mondták, hogy mindegy, a szexológus rövidebb. Mondom, hogy bocsánat, tehát ez egy olyan dolog, hogy ne keverjük össze, nem mindegy, hogy valaki villamosmérnök, vagy villamosvezető, hogy valaki műsorvezető, vagy műsorszervező, tehát hogy azért hívják máshogy, mert más. Itt a pszichológia a lényeg, tehát az, hogy mi csak verbálisan gyógyítunk, úgymond. Tehát ez a pszichológiának az egyik ága. Ezt azért tartom fontosnak, mert van olyan, hogy fölhívnak telefonon, hogy és akkor te közben ezt csinálod is? Mondom, nem, az egy másik szakma. Bocsánat, tehát, az ahhoz, hogy valaki szexológus legyen, igen, és itt a jár, igen. Az mit kell végezni akkor? Orvosi egyetemet, és Magyarországon nincsen ilyen képzés. Tehát Magyarországon nincs szexológus. Van szexológus, meg van lélekhegesztő, meg aurahegesztő, meg sok minden van, de azok valami hasonló szintű dolgok, mint amit mi szexológusnak nevezünk. Tehát, hogyha most tényleg akkreditált, hivatalos, tehát bocsánat, egy szexuális. Akkor ilyen nincs is valójában felsőoktatási szempontból, hogy szexológus. Ez egy rossz rövidítés. Pontosan. Van szexuális. Így van, tehát egy szexuálpszichológus 7 évet tanul ahhoz, mert itt felelősség van. Ha mi azt mondjuk, hogy a szavakkal gyógyítani lehet, akkor higgyük el, hogy ártani is lehet. És mi a hippokratészi eskü, orvostudományi gyökerek, tehát a ne árts. Nekünk ez nagyon fontos és nagy felelősség. Szexológus volt régebben, főleg külföldön, és az orvostudománynak volt egy ága. Ez pontosan ugyanúgy, mint a pszichiáter, tehát az is tulajdonképpen orvos, de mivel ez megszűnt, tehát hogyha most valaki írja, hogy szexológus, akkor azt tudom mondani, nem hogy kliensként, hogy fuss, tehát mert hogy az nem igaz. Tehát nagyjából ennyi. Oké. Hány éves voltál, amikor elhatároztad, hogy szexuálpszichológus leszel? Hát azt nem tudom, én 20 éves voltam, és igazából ennek az volt itt az elhatározásnak. Szőke voltál akkor is?
tudom. Mert voltam én vörösi szőr, egy nő, bocsánat, egy nőnek azt mondani, hogy milyen színű a haja, tehát az ez alapján lehet a legkevésbé meghatározni. Megmondom miért, mert itt ül előttem egy gyönyörű szőke hölgy, és látom magam előtt 20 évesen, 20 éves korai közepén mondjuk, és hát nem tartom hétköznapinak, hogy valaki egyszer csak 20 évesen azt mondja magának, hogy hát akkor én szexuálpszichológus leszek, és az emberek szexével foglalkozom. Miből jött ez? Akkor már azért 30-on voltam, és igazából onnan, hogy én ott tanítottam az egyetemen. És hát általános pszichológiát? Személyiségpszichológiát. Személyiség és egészségpszichológiát, és hát valakinek kellene ezt is tanítania, mert ha belegondolunk, azt mondom, hogy pszichológia, azt mondjuk, hogy Freud. Ha Freud, akkor libido. És tulajdonképpen egy egész személyiségelméletet épített a szexuális elfojtásokra, és ezt mind a mai napig egyébként mondhatjuk is. Tehát amikor az Izabella utcába tanítok, ahol egyébként, ugye ez a, tehát, hogy itt kacsint vissza a múlt, tele van trolival, azok ott beragadnak, kocsik dudálnak rá, és amikor mindenki ott fekszik a dudán, és így óra közben szoktam mondani a hallgatóknak, elfojtott hogy, szexuális hogy pontosan az, hogy hát inkább szexelt volna tegnap egy jót, mint most itt ugye fél órán keresztül nyomja a dudát, amikor látjuk, hogy nem történik semmi. Azt hogy tudod elérni, hogy valaki, aki odaül eléd, igen, nyilván segítséget kér, mert valamiért bajban, igen, van, hogy az a megfelelő nyíltsággal tudjon, igen, beszélni a legintimebb dolgairól. Borzasztóan nehezen kezdtem el, és rá kellett, hogy jöjjek, hogy igen, a maszturbációról a legnehezebb. Tehát amikor erről kellett beszélnem, hát én is ott álltam, és majd elsüllyedtem. Ezt csak mondom, tehát nekem is idő volt, és nagyon nehezen jöttem úgy bocsánat, bele a maszturbáció pszichológiájáról. Így van, pontosan. Mert az nyilván, valószínűleg nyilván, itt jön a szexológus, igen, és a szexuálpszichológus, hogy tehát nem arról beszéltek, hogy hogyan, vagy mondjuk egy férfi esetében, hogy milyen gyorsan, vagy lassan, vagy igen, izé, hanem... Az például egy terápiás technika. Tehát azt, hogy azt tudni például, hogy valakinek milyen a viszonya a saját testével, hogy tud mere, hogy például nekem rá kell arra kérdeznem, hogy például, hogyha valaki párkapcsolatban nem működik, de egyedül működik, akkor valószínűleg itt a párkapcsolatban van valami olyan szorongás, szégyen, bűntudat, bármi, tehát hogyha belegondolunk, milyen paradox, hogy mindig úgy beszélünk a szexről, hogy hát ez egy örömforrás, hedonizmus, stb. És közben pedig a legsúlyosabb emberi, de legnehezebb emberi érzelmek kötődnek hozzá a neveltetésünk során. Hogy mennyi szégyenérzet, félelem, szorongás, teljesítmény. Tehát, hogy rengeteg olyan érzelem, ami viszont pont annak az akadálya, hogy tényleg úgy tudjuk kifejezni, ahogy mi azt meg szeretnénk élni. És itt a problémák, igen, válaszolva, hogy valójában ezt még Masters és Johnsonnak sokan láthatják, most a tévében volt egy ilyen sorozat, tehát annak köszönhetünk egy ilyen kicsit artefaktum felosztást, hogy hogyan reagálunk, hogy fut le egy ilyen örömív, nevezzük így, és hogy így például, tehát a női-férfi oldalnál, tehát mind a két oldalon a vágy, ugye, amikor hát vagy egyáltalán valaki nem kívánja az együttlétet. Egyébként ez annyira jó, úgy szeretem azt, hogy sokszor az evés példáját hozzuk, hogy nem tudom megkívánni a kínai ételt, ha nem szeretem. Megkívánom mondjuk a töltött paprikát, hogyha szeretem. Na most itt akkor az a kérdés, ha valakinek a vágyjal van baja, hogy miért nem szereti. Mit követtünk el ellene, most így a környezet, hogy ő nem szereti azt az adott dolgot. Tehát a vágy hiánya, az izgalom hiánya, tehát itt ilyen értelem, itt elsősorban a férfiakat szoktuk kiemelni, ugye, tehát itt az erekciós, erektilis problémákat, illetve a beteljesülés az orgazmusnak. Tehát ennek is a nők oldaláról, illetve férfiaknál, hogyha túl gyorsan, túl későn, stb. Tehát, hogy ezek így a tipikus problémák, aztán még ezen ki vannak a fájdalomzavarok, tehát hogyha valamiért az együttlét közben fájdalom van, illetve újabban bekacsintott a pornófüggőség is, mint jaj, ilyen felkapott terület, szóval... Na és a nők oldaláról, mert hogy most a férfiak problémáiról beszéltünk, és a nők milyen? A nőknél főleg az orgazmuszavar, illetve a vágy hiánya szokott. De hadd kérdezzek valamit, láthatóan nem értek a témához, de
Ezt meg én nem hiszem el. Látod? van valami, amit nem hiszünk el. Lehet-e e kérdéskörben pszichoanalizálni csak az egyik felett? Jó, erre két részben hadd válaszoljak. Egyrészt, tehát a pszichológiában az a lényeg, hogy az adott ember érzéseivel, az ő élményvilágával foglalkozunk. Tehát, hogy ha például, mondjuk vegyünk egy teljesen más disziplin, vagy más szakterületet, vagy inkább, tehát, hogyha mondjuk a gyerek azt mondja, már felnőttként, hogy neki nagyon egy érzelemmentes neveltetése volt, és nem kapott elég szeretetet, és úgy érzi, hogy nem volt boldog gyerekkora, akkor mi azt úgy fogadjuk el. És nyilván, hogyha a szüleit kérdeznénk, azok azt mondanák, minden, hogy csodálatos gyerekkora volt, el volt kényeztetve, de minket az érdekel, hogy az adott gyerek már itt felnőve, hogy mi hiányzott neki. És mi azzal az ő érzéseit igyekszünk megérteni, vagy nagyon szeretem azt a mondást, ez a sosincs késő, hogy boldog gyerekkorunk legyen, tehát akár ilyen értelemben újraértelmezni, mert gyerekként nagyon máshogy tekintettünk. Tehát, hogy anya soha nem foglalkozik velem, de felnőttként azért azt már értjük, hogy mert dolgoznia kellett menni. Tehát, hogy ez az egyik része, hogy mi én az adott személy érzésével dolgozom, a másik pedig az, hogy ez már a rendszer szemlélet, hogyha az egyik részt megmozdítjuk, a másik is kötelezően valamit változik. Tehát nem tudunk egy rendszerben úgy változást előidézni, és pont ez a mi lehetőségünk, hogy automatikusan stimulálsz. Ne hatnánk a másikra is. Oké, vissza kell térnem, mert ez Edinka kérdése volt, de meg kell ismételnem. Igen. Milyen a szex egy szexuál pszichológussal? Tehát ebből ki lehet szállni? Ki ugyanígy, ahogy mondtam, hogy nem elemzek folyamatosan. Egyébként még annyit hadd tegyek hozzá, és nem kikerülni akarom a dolgot, csak ezen akkorát, hogy sokszor azt megkérdezik tőlem, csak azért mondom, ez már itt elhangzott, hogyha valaki belép hozzám, hogy neki milyen érzés, és hogy például nem hajtanak-e rám. Hogy úgy meg vannak szeppenben. Na, hát tehát, hogy egyáltalán nem. Tehát, hogyha valaki már a problémájával jön, akkor már minden eszébe jut, csak az nem, hogy most akkor elhívjon vacsorázni. Tehát én azt gondolom, hogy inkább a másik oldalban van ez így jelen, úgyhogy ez nem szokott. Én az, hogy milyen, hát most hogy nézne az ki, hogy azt mondanám, hogy pocsék, egy szexuálpszichológus. Úgyhogy természetesen én azt gondolom, hogy jó. Nyilván, tehát az én oldalamat azzal a tudással, tehát egyfajta kicsit öngyógyítás, bármi, ezt pszichológusok nagyon utáljuk. De várjál, akkor veled tudom-e? Bocsánat, ezt így tudom mondani, hogy gondolom, veled tudományosan lehet szexelni? Jaj, de jó, ez nagyon aranyos megfogalmazás. Nem tudom másképp, így. Nem, tehát az a jó, hogy pontosan, tehát vannak ilyen, ez a good enough modell és egyebek, amik azt mondják, hogy valójában, és ez a baj, már is mondom, tehát, hogy pont az elég jó szex egyébként ennek a lefordítása. Ami onnan indult. Kell egy ilyen leírás nekem tőled, hogy akkor pontosan mi mond. Ez egyébként onnan indult ez a fogalom, hogyha van egy fogalom a pszichológiában, akkor azt aztán így felfújjuk, ha valahol bejött, akkor gyorsan minden területre átragaszgatjuk. Ez az elég jó anya fogalmából jön, hogy nem kell az anyának tökéletesnek lennie, attól a gyerek még felnő, csak nyilván van egy tolig mérték, hogy azért azon belül mozogom, és senki nem tud tökéletes lenni. És itt ugyanez a lényeg, hogy igazából itt bármilyen formája a szexualitásnak jó, ha a másiknak jó. Tehát, hogy ezért nincs meg ez a meg, ha nekünk jó, hogy nincs meg ez a teljesítmény, mert igazából mibe tudjuk mérni. Tehát most hadd mondjak egy-két. Bocsánat, itt nekem. Mondani egy olyat, legalább egyet, de jó esetben többet, amire azt tudja mondani, hogy na az életem. Ízéje volt. Nem? Hogy hát, nem? Oké, de hát hogy mihez mér? És akkor a többi, azt akkor hova sorolom, és akkor az nem jó? Elég jó. Good enough. Hát igen. Igen, egyébként ebben Lux Elvira volt az etalon, akinek tényleg így ugyanaz, tehát igazából a szexuálpszichológia nem ahhoz kell, hogy az ember mindenkit kipróbáljon. A kunst az egy életet leélni, 60 évet mondjuk, vagy nem tudom hány évet élt le egy férfivel, és úgy, hogy az végig változatos legyen.
Tehát, hogy ez az, és valójában pont ugyanúgy igaz, mint a bejelentkezésnél, hogy és te csinálod is. Nem. Tehát nekem, mármint úgy mondom, hogy ott a helyszínen, tehát nem kell ahhoz nekem ott fizikailag. Tehát ez egy picit olyan, mint amikor a Michelin csillagos séf hazamegy, igen, és nem főz otthon, mert... És eszik egy pizzát. Igen. Nem kell az, hogy én magamat egy ilyen, és a saját életemet ilyen etalonként beállítsam, vagy hogy azt abban legyek perfekcionista. Tehát azt gondolom, hogy vannak területek, ami, és igaz, ezt nagyon nem szeretem, hogyha azt mondjuk a szexuális teljesítmény kifejezéstől, nekem a haja még nekem. Igen, teljesítménybe kell mérni, akkor ott már van baj. Tehát pont ez a baj, hogy annyiszor van, tehát nekem vannak ugye ilyen akár oldalak, mely minden hozzászólások, és akkor ott versengenek, most elnézést főleg a férfiak, hogy hány órán keresztül bírják, és én néha, hogy vissza kell, hogy fogjam magam, hogy úristen, borzalmas. És már hogy unhatja a párod? Igen, körülbelül. Tehát egy jó kis hosszú monoton, hát az valami rettenet. Vagy ugyanaz, tehát bocsánat, a méreteknél is, hogy ez a szóval... Van-e fontosabb motiváció szerinted, mint a szexualitás? Hát nem véletlen Freud legalábbis így alapozta meg a tényezőket, és tény az, hogyha nem lenne szexualitás, csak egy egyszerű profán példát, amilyen kihalnánk. Tehát, hogy biztos, hogy ez egy, és én pont ezt szoktam akkor így hasonlatként mondani, hogy ugye az evés szexualitás, önfenntartás, fajfenntartás. Viszont hogy mennyivel több ingerrel felkelthető még, tehát a szexualitásunk mennyi helyen kiváltható. Elég egy gondolat, ugye? Elég egy látvány, egy érintés. A buja meleg a szaunában. Akár egy illat, akár egy hang például, és már is izgalomba tudunk jönni. Na már most az evésnél, mondjuk, hogyha egy csirkecomban simogatják a karomat, nem biztos, hogy attól az étvágyam jön meg. Tehát magyarán, hogy a szexualitás még könnyebben kiváltható, tehát biológiailag vitathatatlan, hogy ez az egyik legfontosabb. És a hiányai tudnak nagyon az embernél nagyon elcsúszásokat. Meg a szexualitásról gondoljuk azt, hogy ez egy nagyon fizikai dolog. Igen. Valójában mi emberek azért ahhoz, hogy együtt tudjunk élni, van egyfajta kontroll. Tehát mindannyiunknak azt szoktam példaként mondani, hogyha megnézzük a Homo erectust, aki egyszerűen csak a felegyenesedett ember, mielőtt még itt az erekre mindenkinek rögtön felcsillan a szeme, hogy milyen kis csapott homloka volt. Tehát amiben, jókat, nagyokat tudott harapni, mert ilyen állkapcsa volt, de hogy a homloka és a frontális lebenyünk, tehát a homloklebenyben van a döntés, tervezés, önkontroll, önszabályozás. Tehát, hogy magyarán, hogyha ez a homo erectusunk belépne egy szállodába, és véletlenül rányitna egy meztelen nőre, nem kell a szem eldöntenünk, mit csinálna ott rögtön helybe. Viszont pont ez a szocializációnk lényege, hogy a mai ember mit csinál, ha rossz szobába nyit be, vörös fülekkel, sűrű elnézések között kihátrál. Tehát, hogy igazából a társadalmakban ahhoz, hogy egymás mellett éljünk, és nem mindenhol szexeljünk, akkor nem dolgoznánk, ugyanúgy, ahogy az evés és a szexualitás, a vallások, minden vallás valamilyen mértékig meghatározza a híveinek a szexualitását, pont azért, mert annyira erős ösztön, és hogy ne okozzon túl sok konfliktust. Hát akkor jön a piros lap. Hát, és az maradt nálam, úgyhogy... És hogyha azt mondom, hogy nem szeretném még, hogy ki legyek állítva, mert jól érzem magam, na. Abszolút nem szeretném. Most én jövök. Inkább kérdezek. Mi az igazság? Meg kellett-e küzdened előítéletekkel az életed során? Igen. Sorolj. Jöhet a következő kérdés. Ha nem léci, akkor sorol. Milyen előítéleteket? Ez természetes, tehát ahogy itt előbb volt is arról szó, hogy én... Az már szinte a legkevesebb, tehát hogy ahhoz még szőkének se kellett lennem. Tehát tény, hogy én pont ezt mondtam, amikor egyébként a pszichológiát így elkezdtem, hogy hát azt hiszem, hogy nekem ezzel a külsővel én maximum statisztikus lehetek, mert különben annyira sztereotíp, és hogy mindenki félreérti, és nyilván félre is érti, és amikor én először megjelentem itt a magyar weboldalak palettáján, tehát hogy senki nem gondolta azt, hogy én szakember vagyok, és bizony, tehát gondolom, értitek, hogy mire gondolok, igen, hogy nem a szakember oldalát látták bennem, tehát talán ezzel azért tényleg nagyon feladtam magamnak a leckét, de az is igaz, hogy én ezt balejenként borzasztóan élveztem. Nem ebben a részében, mert itt most annyiból nem, hogy ugye így nézek ki, és pszichológia, de
én anno a tanulmányaim során, hogy hát én ezt nekem, tehát millió példát tudnék mondani, már az egyetemi felvételimen, ahol maximális pontszámot írtam, és még kellett mennünk a kis ablakhoz, és ez úgy nézett ki, amikor én pont felvételiztem, hogy azt hiszem 7-szeres túljelentkezés volt, és mindenki ilyen, tehát mi még a szabályos felvétel volt, ilyen 2-3 év minimum volt, hogy valaki bekerüljön, nem volt olyan, hogy valaki elsőre bejusson, és így oda mentem az ablakhoz, és így mutattam a nevemet, és így a kis hölgy fölnézett, így mondja, bocsánat, még egyszer mondtam, megint fölnézett, teljesen zavarba jött, aztán utána mondta, elnézést kér, hiába. Hát igen, ezek az előítéletek, hogy nem akarta elhinni, hogy az én nevemhez tartozik. Az a pontszám, igen, de ugyanígy voltam, ugyanígy oktatási intézményben, amikor be kellett mennünk, úgy állította a titkárnő sorba a ZH-kat, hogy alul a legrosszabb, stb. És amikor bementem a ZH-mat megnézni, akkor hát az oktató elkezdte ugye a nevem alapján alulról néznia. Hmm. És akkor kiderült, hogy a legfelső volt az enyém. Tehát de utána meg már volt olyan, hogy hát ismertek engem évközben, hogy hogyan öltözöm, és akkor jött a vizsga. És azon gondolkodtam, hogy most mennyire olyan diszonáns lenne, hogyha én bemennék, mint egy ilyen kis pingvin, ugye olyan nagyon szemüveg, meg nem tudom micsoda. Úgyhogy mondtam, és aztán már nevettünk az osztálytársak, vagy évfolyamtársak, hogy figyeljetek, ha engem úgy láttok, akkor tuti nem készültem. És ezerszer volt az, hogy én nálam mindig ez a rögtön megkaptam a legnehezebb kérdést. Azért nem, még itt vitatkozik, hogy nem készült, és még vitatkozik, és fog gyorsan ki tudjuk dobni. Tehát nagyon sokszor megkaptam a legnehezebbet, viszont utána, hogyha aztán meglepődtek, hogy én tudok, akkor meg nyilván, hogy pont az ellentét, és pont egy ilyen nagyon pozitív és jó reakciót kaptam. Jó, egy ilyen apukával könnyű. Megbuktam a könyvébe. Egyszer vizsgáztam édesapám könyvéből, aminek az volt a története, hogy tény arra az órára, tehát én ugye az első diplomát azért nem vettem annyira komolyan, és a következő volt már nem is tudom, hogy a Tominak hol volt ilyen nagy koncertje, de lényeg az, hogy én is ott nagyon kirittyentettem magam, ilyen lakbőr, minden hajamra fúj, csillám, tehát reggelig bulisztunk, és úgy mentem én reggel vizsgázni. Most a bulisztunk az, hogy utána volt egy ilyen nagy együtt a zenekarral, és én azt hittem, hogy anyuéknál, mert ők Deák téren voltak, hogy ott még van valami kis rucim, amit föl tudok venni. Hát nagyjából fürdőruhák voltak, úgyhogy lényeg az, hogy én úgy, ahogy voltam ilyen kőkemény kis sort, a necharisnyasat, így mentem bevizsgázni, és így az osztálytársam így rám néztek, hogy meg fogsz bukni. Köszi, hogy szóltok. Úgyhogy én még nem ismertem annyira a tanár, de hogyha egy lánynak álltok barnával, ki volt húzva alul a szeme, már abból már mindennek gyanítom, el volt mondva. Nem barnával volt. Igen, tehát és akkor így bementem, és lényeg az, hogy csak úgy csűrte, csavarta. Most egy tanár, ha valakit meg akar buktatni, azt megbuktatja. És pont a saját édesapám könyvéből sikerült, úgyhogy, de aztán utána nagy ötöst kaptam. Nekem van egy előítéletes kérdésem, vállalom, hogy az, de azért fölteszem, hogy a celebkedést, a celebséget, azt hogyan tudod összeegyeztetni a hivatásoddal és a szakmáddal? Nekem azért könnyű, mert már tudják, hogy mit vesznek. Tehát, hogy én ezért nagyon sokat köszönhetek így a médiának, mert hogyha mondjuk bejönnének és nem ismernének, és ott találkoznának velem először, lehet, hogy más lenne a reakció. Így viszont nem árulok zsákba macskát, tehát az jön hozzám, aki tudja, hogy szimpatikus vagyok, hozzám akar jönni. Tehát ilyen szempontból ez nekem egy nagy könnyebbség. Én azt mondom, hogy azért innen látszik, hogy pszichológusok vagyunk. Én nem tudom, én annyira, és ez most nem ilyen fellengzős, és hogy hívják, de hogy én olyan hálás vagyok a kollégáimnak, hogy ezt annyira jól kezelik. Én lehet, hogy halálosan utálnám magam. Tehát, hogy tényleg annyira jó fejek, hogy semmi irigység, semmi előítélet. Úgyhogy én jó helyen vagyok, nagyon borzasztóan jó itt az ELTE-n, ez a személyiség, egészség, pszichológiai tanszék, nagyon szeretjük egymást, elfogadták, hogy ilyen vagyok, de nem néznek úgy rám, mint egy ilyen furcsa lényre. És neked azért fontos a szereplés, és most nem a szakmai szereplésre gondolok elsősorban, hanem mondjuk bármilyen szórakoztató műsorban. Pont ezért, hogy a nagy közönség megismerjen és elfogadjon olyannak, amilyen vagy?
Ennek az volt a története, hogy írtam két könyvet. Nekem ez volt az álmom. Egyszerűen azért, hogy nem mindenki tud, mer eljönni hozzám, hanem tessék, itt van, amit tudok, benne van, hogyha olcsóbb, mint én. Tehát minden jót el tudok mondani, arra én azt inkább leírom. És vissza lehet olvasni, stb. És én azt vártam, hát egyrészt, hogy majd a média egy kicsit segít. Ez még 10 évvel ezelőtt, vagy 12 évvel ezelőtt volt. És igazából ez ugye egy könyv, hogyha a lekátsó polcra, legalúra teszik, tehát volt a szexuálpszichológus, volt a fejem, de nem kötötték össze a nevemmel, ami a könyvre volt írva. Nem cifrázom, nem ment a könyv. És vagy nem úgy ment, mint ahogy én azt mindenkivel meg akartam osztani, és pont akkor hívtak engem az első ilyen, tehát akkor vesztettem el az üzességemet, az első ilyen műsorba, és egyrészt vállalhatónak tartottam, tehát mi láttam, hogy a celeb vagyok. Tehát azt, hogy semmi olyat, most bocsánatot nem csináltunk, amit tudtam magamról, hogy nem fogok ott örjönkbe, hisztériázva dobálni magamat a földön, tehát nem vetkőzöm, azt tudtam, hogy egy elég perfekcionista, jól kontrollált valaki vagyok, tehát ezért nem tartottam tőle, úgyhogy fejest ugrottam bele, és azt kell, hogy mondjam, hogy jól döntöttem, bár úgy, mint műsorból, olyan értemben rosszul jöttem ki, hogy hát látszott, hogy én vagyok ott a legkisebbik celeb, tehát nyilván ott a közönség elsőre egészen, tehát kiesni én nagyon tudok. Tehát, hogy ilyen szempontból az látszott, hogy én csendes voltam, uncsi voltam, stb. Ott eléggé rossz volt a frizura választásom, és rosszul is néztem ki, tehát ilyen szempontból nem jól jöttem ki, de pont akkor jött be ugye a szürke 50 árnyalata, és mindenkinek rögtön én jutottam, rögtön akkor cikkek, akkor már érdekes volt, hogy ezt én mondom, és nem pedig egy szexuálpszichológus, úgyhogy én tulajdonképpen ennek köszönhetem, és azt, hogy mondjuk, hogyha nem lettem volna ilyen műsorokba, és akkor mondok valamit, akkor az kutyát, macskát nem érdekel, így meg azért kapok egy olyan szócsövet. Figyelj, Krista. Laci megint valami képzelkedik, nem, csodálatos. Szerintem még egy órát ingyen. Egyszerűen csodálattal figyelnek, mert egyrészt azt szerintem oda eljutottunk, és abban talán egyet is értettünk, hogy perfekcionista van. Van még egy megállapításom, el lehet küldeni a francra. Szerintem az egyik legkomolyabb rejtőzködő vagy, akivel valaha találkoztam beszélgetés közben, ami egyáltalán nem baj, mert ha azt valaki jól csinálja profi módon, akkor azt minden elismerést megérdemel. Ugyanis a pszichológia mellett az elmúlt másfél évtizedben szerepelni is nagyon megtanultál. Nagyon profi vagy. Mi van a borítékban? Lehet, hogy majd abban lesz a megnyílás. Jesszusom! Kérlek. Fú, ez rohadt jó. Na, innen. A szerelem sznob. Nem. De. Igen. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy annó ez onnan indult, tehát, hogy miből nőtt ki ez a mondat, hogy valahol mindenkinek, ugye, ahogy a foglalkozás választás, a partner választását is, a szülők úgy terelgetik valamilyen irányba. Ugye eldöntik, hogy merre menjünk, merre nem, és én rengeteget lázadtam ez ellen is. Tehát, amikor itt mondtad, hogy hát 19 éves Tomi, hát valahol, oké, az egy dolog, hogy a Tomi is egy lázadásom, de ott is idővel rá kellett jönnöm, hogy valahol ugyanúgy, ahogy, mert én mindenhol apu tényleg egy olyan befolyásos, meghatározó tudományos elme volt, én mindenhol az ő lánya voltam. És utána én meg folyamatosan a Tominak a felesége lettem, és nekem borzasztóan nehéz voltam ebből így kimásznom. És ahogy én végig lázadtam apu ellen azt, hogy én nem leszek orvos, és végig ott kötöttem ki, végig lázadtam apu ellen, hogy én akkor is, hogy nekem ne akarja megmondani, hogy milyen legyen a férjem. Ez a rocker, beválasztottad. Beválasztottam a zenész természetesen, és aztán rájöttem, hogy ugyanakkor még mégis annyiból neki volt igaza, hogy olyan kell, akire felnézünk. Tehát itt inkább azért van idézőjelben is ez a sznob, hogy egy olyan valaki legyen, akit elismerünk. Tehát, hogy tény, hogy azért kell tudnunk miről beszélni, és akkor ennyit hadd mondjak itt most a kicsit a Tomira vonatkozóan, mert volt egy ilyen műsor, ahol együtt kellett. Tehát most nem, itt azt hiszem mondhatom, persze. Tehát a nagy duettben úgy volt, hogy együtt szereplünk a Tomival. És
nagyon sokat gondolkodtunk. Egyrészt egy csodálatos dolog ez. Másrészt pedig én úgy magamba szálltam, mert hát nekem azért nincs jó hangom. Tehát egyébként ezt hadd tegyem hozzá, hogy és ez itt a pedagógiának a felelőssége, hogy én nekem ott ment el a hangom, hogy én kórusos voltam minden ilyen 7-8-9 éves koromig, és egyszer megbetegedtem, és hát ugye elmentek a mondjuk ízenészként a kontrolládáim, nem hallottam magam, és baromira hamisan üvöltöttem a kórusba, és valami olyan szinten megaláztak, és kiültettek, és onnantól kezdve én megtanultam playbackezni. Tehát a kórusba nekem hang nem jött ki, mert annyira. Nos, és akkor visszatérve a szerelem sznobra, hogy itt ebben a duettben mondták, hogy, hát, és azt mondtam, hogy én, várjunk csak, én előtte szerettem volna egy másikba lenni, ugyanígy a nagy duettbe, csak akkor nem a Tomival, és utána azt mondtam, hogy én bárkinek a produkcióját hajlandó vagyok tönkretenni, kivéve a saját férjemét, aki pedig ugye akkor már három, ugye a Sztárban Sztár, a nagy duett, a Sztárban Sztár és egy kicsiben, mert mindegyben döntős volt. És én, hogy mit is imádok annyira a Tomiba, és ez érdekes, hogy ez mennyire ugyankor nem jött le máshol, hogy például a Tominak olyan muzikalitása van, hogy a Szegeden, hogy Szegeden a szimfonikusoknál 3 éve tanult vadászkürtölni, és a második kürtösnek. Ez óriási dolog, mert ott generációk nőnek föl, mire valaki végre mondjuk egy harmadik kürtös lehet, ma azt mondták, hogy ilyen zenei. Akkor mit mondjak, nem volt éppen munkája, jelentkezett kántornak. És ott végig zongorázták, és a felvételiző, azt hiszem Jó Etele azt mondta, hogy ilyen nincs, hogy fönt is megy, lent is megy, hogy konkrétan, hogy mind a hármat, tehát tud tenor lenni, bariton, basszus, hogy bárhova bedobható, ha valaki éppen megfázik a persze, hangja. Persze, a te férjed az muzsikával született. Ugyanaz, tehát ugyanígy például, hogy olyan, hogy bement a stúdióba, és közölte a gépekre, hogy hát már pedig ott valami kicsit ilyen hamis, és nem hitték el, mondták, hogy mit sznopkodik, mondta, hogy bocsánat, vegyék ki a basszust, ő nem hallja, nem tud hozzáénekelni. Mindent elsőre, másodikra felénekel, és tehát azért mondom, hogy ezekre büszke vagyok, és egyébként most ugye sokat beszéltünk itt a Jimmy-ről, hogy akarták őket versenyeztetni, mert pont ezért, hogy a Tominak ilyen hangja van, akkor ő neki azt hiszem a Wilpert volt a kiadója, a Tominak meg hát meg lehet kérdezni a Boros Lajost, és hogy azt akarták, nem úgy verseny, mert hát nyilván a Jimmy-nek az, hogy nagyon egyéni hangja is volt, stb., de hogy kiénekel több oktávot, mert akkor a Lajos kitalálta, hogy dobjuk be, hogy akkor mérjük műszerekkel, hogy kiénekel több oktávot. Ez végül, mert akkor Jimmynek akkor van baj volt a hangjával, vagy nem tudom, de végül nem jött össze, megjelentek egyébként. De hogy igazából azt gondolom, ahogy mondtad ezt, hogy perfekcionista vagyok, és tök jó, hogy ezt egyébként most így ívbe tudjuk tenni, hogy nekem fontos az, hogy aki az én párom, hogy én arra büszke legyek. Hogy én abba azt érezzem ezt a fajta higgadt, és tehát, hogy higgyek benne. A férjed az egy virtigli férfi, tehát a Hevesi Tomi az egy komoly zenész, és komoly foci edző. Tehát ebben lüke volt, ezt hadd tegyem hozzá, hogy ha már itt megragadva a népszerűség adta hírcsatornát, hogy abban ő lüke volt ebben, hogy annyira elment menni, és sokkal pont azáltal, hogyha valakinek ilyen hangja van, ilyen füle van, ilyen, hogy miért nem egy zsűribe ül. Tehát ez nekem ilyen szívfájdalmam, és ebben ő volt a lüke, hogy elment nagyon ez a foci edző irányába. Jó, de ő meg azt szereti. Hát te se lettél közgazdász. Na jó. Úgyhogy igen, de lényeg az, hogy az tényleg, tehát, hogy mi a fontos itt a szerelemben, az, hogy tiszteljük a másikat, és az, hogy legyen ugyanakkor közös beszédtéma. Ez is annyira jó, hogy sokszor kérdezik, hogy mi a, és itt igaz az, hogy oké, én szexuálpszichológus vagyok, de nem szeretnék monoidióta lenni, tehát nem csak a szexről. Tehát tényleg igaz az a mondás, hogy a világon minden a szexről szól, kivéve a szex, az minden másról. Tehát, hogy igenis fontos az, hogy mitől válik az izgalmassá, hogy tényleg az a párkapcsolatnak a kerete, hogy van miről beszélni, hogy tudunk jókat együtt nevetni, hogy vannak tervek, szóval tényleg ez egy sokkal-sokkal összetettebb dolog. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ide látogattál. Számomra tényleg nagyon érdekes beszélgetés volt, és hát talán majd legközelebb megismerem. Egyébként érdekes, mert nyilván láttam is sok műsort, de hogy nem is vagytok olyan fenevadok.
vadak. Mert nyilván miért? Az ember nem tudja, ezt még akkor, de hogy jó, mert nem tudom, ugye, amikor kívülről nézem, hogy aki ott ül, az hogy érzi magát. Jó, persze, pszichológus vagyok és elemzek, de hogy nyilván, hogy bennem... Ugyan. Hogy bennem izajlik, és hogy azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal jobban éreztem magam még a tüskék. Most a tüskék alatt. De nekem, bocsánat, nem, bevallom őszintén, a bőröd alá akartam menni, mert kíváncsi voltam. Persze. De nem vadak, most mondta. Jó, igen, jó, jó. És de ez nem, egyébként de ez nem jó. Negatív értelemben, hanem egyszerűen kíváncsi voltam, hogy látok évek óta egy csinos szőke nőt, akiről szinte ugye minden tudni, hisz a Hevesi Tamás felesége, stb. És érteni akarom jobban. Nem azt mondom, hogy nem értettem meg jobban. Én azt gondolom, hogy egy picit ott tartok, mint a Hemingway jéghegyel. Ugye azt szoktuk mondani, hogy Hemingway mindennek a 10%-át írta meg. Ez olyan, mint egy jéghegy, mert annak a 10%-a van a víz felett, a 90%-a alatta. Én most beszélgettem Hevesi Krisztinával, a 10%-át kb. Tudom, a 90-et pedig nagyon ügyesen megtartja magának, és szerintem ez így is helyes. Tehát... Jó, igen, mert nyilván nekem egyrészt ugye egyetem miatt azért fontos, hogy amit mondtam, hogy ne itt hisztériásan reagáljak, tehát hogy nyilván van egy felém lévő elvárás is, tehát valószínűleg ez a fajta kontroll megtartása az, amiért ezt érzed, de én úgy gondolom, hogy én nagyon lemesztelenítettem a kis lelkemet, ez az egyik, a másik pedig az, hogy a jéghegyet véve, na de honnan tudod, hogy milyen csatakokba ülök itt alul, lehet, hogy már most kiolvad a jéghegy. Megadom. Nagyon szép. Szépen köszönjük. Köszönöm szépen. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.